Az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban több éves hagyományokra tekint vissza a szalagavató megszervezése, amely a korábbi évekhez hasonlóan idén is igen emelkedett hangulatban zajlott le. A diákjaink egy megkülönböztető jelet kaptak a szalagavató során. A mi jelzés, illetve hát egy megkülönböztető jel azt jelenti a külső szemlélő számára, hogy az illető diák az elmúlt 4 évben a mi iskolánkba járt, és hogy gyakorlatilag a felnőtté válás útjára fog lépni. Ezt a szalagot a diákoknak a hagyományok szerint a szalagavató és az érettségi közötti időszakban kell viselniük. Ez azt jelenti, hogy a negyedikeseknek most már lassan itt a vég, és lassan kell búcsúzni, mert még a ballagás előtt majdnem az utolsó mulatság, hogy még kibulassuk magunkat, utána a kemény tanulás és hasonlók. Kimondottan szeretek táncolni, kedvelem a bécsi keringőt, a francia négyest, így nekem ez örömet jelentett, hogy ilyen szép keretek között elő tudom ezt adni. Nekünk nagyon sokat jelentett ez a szalagavató, hiszen ez az a bál, amelyen megünnepeljük, hogy úgymond nagykorúvá válunk, és ez az a pont, ahonnan már fél lábbal kifelé vagyunk az iskolából, és készülhetünk a további megpróbáltatásokra. Dél-Banátból jöttem, és ilyen szokáson még nem is hallottam, és nekem ez így nagyon tetszett, hogy itt táncoltunk, és megünnepeltük. Ez nagyon jó ünnep és jó szokás, és remélem, hogy elterjed Dél-Banátban is. Az idei szalagavató bálon összesen 54 végzős diák vett részt, ugyanis a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium matematika tagozatos és képzőművészet szakos diákjai mellett az eseményen jelen voltak a sporttagozatos diákok is, akik esetében idén ballag majd el az intézményből az első generáció.